Köszönöm, képviselő úr, tisztelt osztályos felszólások következik. Magyar Zoltán képviselő, Jobbik képviselőcsoport, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. A két módosító indítványról beszélgetünk most, amit mindkettő Zappó László képviselőtársam nyújtott be, és úgy gondolom, hogy bőven kifejtette azok az érveket, amiket hallottunk, tehát is bőven intokolják azt kellőképpen, hogy ez a javaslat, ez a két módosító javaslat, ez megszívlelendő, és érdemes lenne a kormánynak megfontolni ennek elfogadását. Ahogy a Jobbik már az általános vitában, illetve a bizottságülésen is elmondta, tudja támogatni ezt a javaslatot, ugyanakkor ezekben a kérdésekben például vannak aggályaink, és ide fel is olvasnék egy rövid szöveget. 2015. június 30-a után az egyes térségekben a talaj és hidrogeológiai viszonyok figyelembe vétele mellett csak olyan környezet és természetbarát vízvisszapótlást, vagy ezzel azonos környezetgazdasági célt biztosító technológiát lehet bevezetni, amely egyfelől nem okoz túlzott és a termelők számára elviselhetetlen költséget, másfelől biztosított annak pénzügyi alapja a közösségi költségvetés európai és hazai forrásaiból. Ez a módosító javaslat, ez ugyan visszavonásra került dr. Turi Kovács Béla kormánypárti képviselőtársunk részéről, de én mégis szerettem volna itt a részletes vitában egy gondolattal csak felidézni, mert ez egy olyan módosító javaslat volt, amit sajnáltunk, hogy visszavonásra került, és tudtunk volna támogatni. Ha esetleg a kormány jelenlévő képviselőinek van arról információja, hogy ez a javaslat miért nem kerül be végül is ide elénk, azt szeretném meghallani, mert szerintünk ez egy jó javaslat volt. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt!